D-R-E. Smoke weed every day. Wake up. Minket is utolért a cigi tilalom, április 1-től hatályba léptek a dohányozni tilos táblák, hiszen lejárt a 3 hónapos türelmi időszak. Tehát a megállókon és az aluljárókon kívül már az éttermekben és a kocsmákban se lehet majd rágyújtani. Vagyis lehet, de nem ajánlott. Aki megteszi, annak körülbelül 40 doboz cigarettárát kell büntetésként kifizetnie. Ön, mint nem dohányos, mit szól hozzá, hogy a busz megállókban már nem lehet dohányozni? Ez nagyon helyes. És ez egy, már régebben elő kellett volna, hogy vegyék ezt a törvényt, de hát sajnos szél ellen nem lehet ellent menni, mert ezek úgyis megcsinálják. Megfőjebb oldalra szétdobálják a cigarettacsikeket. Szólnak valamit, azt mondja, hogy na jó, 100 évig így volt, most akkor ne osszad az észt. Szokott olyat látni, aki esetleg megszegi ezt a törvényt és a busz megállóban cigit? Biztos. Próbáljon csak szólni neki, hogy megcsapja úgy, hogy elfaladja a másikat. Nem lehet őket figyelmeztetni, fiatalokat. A családjában sincsenek dohányos? Senki. Soha nem is volt, se a férjem, se a gyerekeim. Dohányosként mennyire tartja jogosnak, hogy a buszmegállóban már nem lehet dohányozni? Semennyire. De aki nem dohányzik, ne álljon ide, kész. Én arra válok, én betartom a tiszteletet, mindig félreálltam. Úgyhogy ezt nem tartom jogosnak. Ugye most? Ugye a vonaton sem, mert azért van ez a rengeteg tűz. Mert kidobálják a cigarettát, mert aki erős dohányos, az úgyis rá fog gyújtani, ha máshol nem, a WC-be. És kidobják, és ezért van ez a rengeteg, hetente rengeteg tűzkár. Ez biztos, hogy azért van. Biztos, a helyünkön is meg kell tartani. 8 órán keresztül nem dohányozhatunk. Kijelölt helyes? Nincs, nálunk nincs ki. Kijelölt hely. Kijelölt hely sem. És ezt sem tartom fairnek. Mit szól ahhoz, hogy nem lehet már a buszmegállókban dohányozni? Jogosnak tartom. Mit szól az, hogy a kocsmába se lehet? Hát azt a kocsmárosok érzik meg, kevesebb a bevétel, kevesebb a forgalom, más nem tudok. És ön esetleg így akkor kevesebbet megy le egy italra? Hát eddig sem nagyon mentem be, úgyhogy nem tudok ehhez mit szólni. De ha bemennék, akkor is dohányzom, már nagyon régóta, de viszont hamar későnnék, ha egy italra megyek be. Tehát akkor önt nem zavarja ez a törvény, és jogosnak tart? Nem tartom jogosnak. Mióta nem lehet nálatok dohányozni? Január közepe óta. És ez a forgalomra hogyan hatott ki? Hát ugye a negyedjére visszaesett. Hogyha nagy szerencsénk van, akkor akár bezárunk egy fél év múlva, vagy egy negyed év múlva. Tehát ezt nem lehet tudni. De mire kihat, hogy emiatt bezárnak kocsmák? Ugye azokon a helyeken, ahol megengedik a dohányzást, mert megteheti azt, hogy megengedi. Tudok olyat, hogy kertesház, ugye be van zárva a kapu, ismerik az emberek, megvan, hogy beszólnak telefonon, megvan, hogy kell csöngetni, bemennek, szabadon dohányoznak, magánterület, igazából nagyon, tehát igazából nem tudják ellenőrizni, mert házkutatási parancs kéne hozzá, hogyha a rendőr is oda megy. Most a vendégeinknek például van nem messze egy ilyen hely, vendégeinknek a 30%, aki hétvégén ide járt, az már oda járt, hiszen ott rá tud jutani, itt meg nem. Nem. Kim van a nem dohányzó matica, mégis lehet itt még benn dohányozni. Miért? Türelmi időszak. És április 1-től akkor semmi? Azt hiszem semmi. Ez hogyan fog hatni a forgalomra? Hát az majd elválik, most még nem látok csökkenést. Mert nem vezettem be. Majd elsőtől meglátjuk, hogy lesz. Nem teljesen világos a jogszabály, olvastam az interneten. Azt hiszem a kerthelyiséggel rendelkező üzleteknél lehet kerthelyiségbe, és nincs méterszabály igazából. Free cigi. Ez olvasható a 9. kerületi Skanzen Klub bejárati ajtaján. Becsületkasztás kávézóból lett közösségi dohányzóhely, de miről is szól ez az egész? Erről kérdeztük a hely tulajdonosát. Mióta van nyitva a Skanzen Klub? Február óta. Honnan jött az ötlet?
Hát ez egy magánlakás, itt mi szeretünk volna egy közösségi teret kialakítani, és amikor hozták a dohányzásos törvényt, akkor azt gondoltuk, hogy szükség van olyan közösségi terekre, ahol a dohányosok továbbra is legális körülmények között teljesen törvényszerűen összejöhetnek, és kultúráltan dohányozhatnak, meg fogyaszthatnak sört. Tudni ellenőrizni ettől függetlenül? Tegnap volt a vám és pénzügyőrség 5 fővel 5 órán keresztül nálunk. Szeretettel láttuk őket, úgyhogy fognak jönni ellenőrizni, persze. Akkor a cigi miatt egyáltalán, tehát nem tudnak belekötni? Hát miután magánlakás vagyunk, amíg nem bizonyítják, hogy ez egy közforgalmú hely, addig az ANTS nem tud idejönni büntetni. Tehát, hogy még szerencsére magánlakásokban lehet dohányozni. Ha a bort is be akarják tiltani, meg a sört is, akkor tiltsák be azt is. Meg lehet ezt csinálni, de ettől nem lesz jobb a világ. Aki azt hiszi, hogy ettől erkölcsösebb, meg jobb lesz a világ, annak nincs igaza. Smoke weed every day, wake up.